A tűzoltók drámai jelenetekről számoltak be Párizs 16. kerületéből, ahol a lángok ellepték ezt a 8 emeletes épületet. Azt is elmondták, hogy sokan a háztetőkön kerestek menedéket, jelenti az Euronews tudósítója, Annelies Borges a francia fővárosból. Néhány túlélő szintén borzalmas pillanatokról mesélt. Többen az éjszaka közepén arra ébredtek, hogy lángokban áll a lakásuk. Az otthonukat elvesztő emberek egy részét átmeneti szállásokra szállították, mások családtagjaikhoz költöztek be. A hatóságok szerint a túlélők sokkos állapotban vannak. Még több napig eltarthat, mire kiderül, hogy mi történt pontosan.